Vonul a szürke téli ég, kopott a síró gépszalag. Sorjáznak a havas vidéklapján a halovány szavak. Tájkép Fohásszal című Baka István verset szavalja el a Tolna megyei közgyűlés elnöke, az önkormányzat jegyzője és számos dolgozó. A Baka István alapítvány pályázatára néhány hét alatt több tucat videó érkezett. Olyan ismert írók, színészek, műsorvezetők, közéleti személyiségek mondanak el egy-egy prózát a tragikusan fiatal korában elhunyt szekszárdi költőtől, mint Lackfi János költő, Luther Imre előadó művész, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke, vagy éppen Süveges Gergő televíziós, rádiós személyiség. Na elég volt. Beszéljünk valami kellemesebbről. Az alapítványa Mondj Bakát kezdeményezéssel igyekszik életben tartani a Tolnai megyeszékhely ismert költőjének emlékét, és így szeretnék a járvány miatt elmaradt rendezvényekre készülőket kicsit kárpótolni. Az idei év, ahogy ezen az égitesten szinte mindenkinek, a Baka István Alapítványnak is elég rendesen átrendezte a programját. Nagyon sok idénre tervezett kezdeményezésünk, programunk, rendezvényünk elmaradt. Többek között novemberre terveztünk egy Kárpát-medencei merítésű versmondó versenyt, amelyről már szeptemberben tudtuk, hogy le kell mondanunk. Nem szerettünk volna azért tétlenkedni, és nem szerettük volna, hogyha az az energia, amit esetleg a felkészülésbe helyeztek ezek a jelentkezők, kárba veszett volna. Ezért meghirdettünk egy olyan akciót, amelyben gyakorlatilag mindenkit várunk, aki irodalmat szeret, aki Baka István művészetét szereti, vagy hajlandó ezen keresztül közelebbről megismerni. Verset, prózát vagy éppen drámai műrészletet lehet elszavalni a szekszárdi költőtől, és azt egy eszközre rögzíteni, majd elküldeni a videót az alapítvány e-mail címére. A felvételt közzé teszik oldalaikon. Nagyon fontos, hogy nem csak képzett előadók jelentkezését várjuk. Bárkiét, akinek hajlandósága van, aki úgy érzi, hogy érdekes dolog lehet, hogy az ő hangján keresztül szólaljon meg Baka Istvánnak bármelyik sora. A Mondj Bakát kezdeményezésnek tehát semmilyen feltétele nincsen, és a szervezők a pályázatnak határidőt sem szabtak meg. A beküldött videók közül minden héten hármat mutatnak be a videó megosztó platformokon és a legnagyobb közösségi oldalon. A közeljövőben várható Nagykálóczi Eszter és Átsezső Szekszárd polgármesterének szavalása is. Nekünk ez nagyon jó nyilván, hogy ilyen ismert emberek jelentkeznek, ez jó reklám nekünk, de igazából mi azt szeretnénk, hogy bárki, akinek kedve van ahhoz, hogy elővegye a telefonját, és azon egy videót elkészítsen, amint felmond, egy felolvas, egy Baka István verset vagy prózát, és azt elküldi nekünk, azt mi örömmel várjuk. Az alapítvány és annak vezetése sok erőfeszítést tett az elmúlt években, hogy megőrizzék Baka István emlékét. Nagyon sok feladat hárul a tudósokra, irodalomkutatókra, akiknek a munkájának a közzétételében, megjelentetésében tud esetleg segítséget nyújtani az alapítvány. Volt is erre rengeteg példa, meg van is, előadóknak a segítésében, illetve olyan rendezvényeknek a lebonyolításában, mint a versmondó versenyek, kiállítások, amelyek a nagyobb közönség elé is tárhatják Baka Istvánnak a művészetét. Szerencsére azt mondhatom, hogy és elsősorban Baka Istvánnak, az özvegynek a hatalmas, most már több mint 20 éves munkája rendkívül sok gyümölcsöt hozott, és nagyon jól halad ez a munka. Az alapítvány az elmúlt évben jelentette meg a Farkasok órája kötet újrakiadását, és egy újabb Baka próza kötet kerül a boltok polcaira hamarosan. Az elkövetkező évet azt természetesen még nem nagyon tudjuk, hogy hogyan fest. Nyilvánvaló, hogy itt a körülményeknek meg kell változni, és ahogy megváltoznak, úgy tudjuk, hogy milyen programok várnak ránk. Novemberben elmaradt a meghirdetett versmondó verseny. Egészen pontosan nem elmaradt, hanem elcsúsztattuk egy évvel, és úgy tervezzük, hogy jövő novemberben már meg tudjuk tartani. Ezen kívül olyan kiállításaink is vannak, többek között a kincskereső táborok utódja kényszervezett Baka táboroknak a működéséről, amelyet hát remélünk, hogy a jövő esztendőben a közönség elé tudunk tárni. A Baka István Alapítvány 2 évvel ezelőtt került Szekszárdra, azóta innen látják el a szervezői és egyéb feladatokat.